Három megyebeli csapat illette meg a Magyar Kupa országos főtáblájának harmadik körét. Közülük a megyei első osztályban szereplő Máté Szalkai MTK két osztálytársat, az Ibrányt és a Hidas Németit búcsúztatva jutott tovább. Az MMTK az új edző Kis Tamás irányításával a bajnokságban két győzelem mellett kétszer szenvedett vereséget. A szakember némi hiányérzet mellett elégedett az eddig tapasztaltakkal. Jól telt el az eddigi időszak, a játékosok nagyon vevők a munkára, abszolút mindenki beállt a sorba, amit elterveztem, ami a filozófiám, úgy érzem, hogy a csapatot abszolút ezt rájuk fel lehet építeni. Ugye az elmúlt időszakban lejátszottunk 4 bajnoki mérkőzést, és 2, jobban mondva a megyei kupával együtt 3 kupa meccset, ahol van sajnos 2 vereségünk, ugye a bajnokságban, a Károsemjén, az első forduló, illetve az elmúlt hétvégén Mándokon, ami nagyon-nagyon fájó a Mándoki, mert Károsemjénben még nem is futballoztunk úgy, meg egy rendkívüli jó csapatnak tartom a Károsemjét, a Mándokot is jó csapatnak tartom, csak itt nagyon jól futballoztunk, illetve rengeteg helyzetet hagytunk, és nagyon-nagyon fájó ez a elhullajtott pontok, mert remélem ez a végén majd nem kerül sokba, de nagyon-nagyon sajnálom, mert a srácok jól dolgoztak, csak az a pici plusz hiányzott, ami talán ő, ami mi javunkra döntötte volna a mérleg nyelvét, ez nagyon fájó. A sorsolás előtt az edző vagy egy velük azonos osztályban szereplő csapatot, vagy egy NB1-es együttes szeretett volna ellenfélnek. Végül utóbbi vágya teljesült, így az erőviszonyok ismeretében abban bízik, hogy meg tudják majd nehezíteni az Újpest dolgát. Úgy gondolom, fizikálisan nagyon jó állapotban vagyunk a mi szintünkön. Nyilván az egy NB1 napi szinten több edzés is van, vagy minden nap legalább egy edzésük van. Itt a megyes osztály szerintem én úgy gondolom nagyon jó állapotban vagyunk, de fel kell nőnünk a feladathoz. Ez egy nagyon-nagyon jó kis férfias feladat lesz. Mondom, az a célunk, hogy mindenféleképpen egy olyan szájíze jöjjünk majd a mérkőzés után, illetve a szurkolók úgy menjenek haza, hogy egy nagyon jó mérkőzés láttak, illetve egy nagyon-nagyon szimpatikus Máté Szalka, hát hogyha nagy Isten, esetleg vereséggel is kell búcsúznunk a kupától. Ezért kezdtük el ezt a nagyon szép sportot, ugye, hogy mindenkinek ez volt a vágya, hogy vagy NB1-es futballista legyen, vagy válogatott futballista legyen, ugye sajnos nem maradhat meg itt mindenkinek, de viszont rengeteg a fiatal játékos nálunk. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra esetleg, hogy felhívják magukra a figyelmet, egy NB1-es klubot fogadunk. Ez mindenféleképpen azt mondom, hogy nagyon-nagyon pozitív hatással kell legyen minden egyes játékosnak a teljesítményére. A mérkőzés iránt nagy az érdeklődés, így a futballisták számára az NB1-es ellenfél mellett a sok néző is plusz motivációt jelenthet. Szerintem mindenki várja ezt a meccset, ugye sokuknak még nem adott meg, hogy ekkora a közönség előtt játszol, amire nagy a valószínűség, hogy most össze fog jönni. És hát mindenki, szerintem mindenki pozitívan áll hozzá, esetleg nem tudom, hogy kire milyen hatással lesz ez a nagy létszámú közönség, de én személy szerint én nagyon várom már ezt a mérkőzést. A Máté Szalkai MTK Újpest mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik. Szintén szombaton játszik a Kisvárda, amely az NB3-as BVSC-hez látogat. A Nyíregyháza Spartakusz vasárnap a Hajdú-Bihar megyei első osztályban szereplő Monostor Pályi otthonában lép pályára a Magyar Kupában.